Elnök úr, a forgatókönyv az már nagyjából ismeretes. Leosztásra kerülnek a napokban várhatóan a mandátumok, a köztársasági parlamentben, azaz hitelesítik azokat, megválasztják a házelnökét, utána pedig minden bizonnyal az új köztársasági elnököt is beiktatják. Információk szerint Jorgován Katabakot bízza meg kormányalakítónak. Mi a meglátás a dolgokkal kapcsolatban? Mi lesz ezután? Talán vegyük sorba ezeket a kérdéseket. Ami a parlament alakuló ülését illeti, valóban a napokban ez meg fog történni. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, ami talán fontos, hogy most ebben a parlamenti ciklusban arra készülünk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek önálló képviselőcsoportja fog lenni. 5 parlamenti helyen rendelkezünk, ez elegendő ahhoz, hogy önálló frakciónk legyen. Ezzel kapcsolatban a formális döntés a hónap utáni nap folyamán meg fog születni, de azt gondolom, hogy ez a racionális, és ez teremt a mi számunkra egy olyan belgrádi politizálási lehetőséget, ami egyértelműsíteni tudja azt, hogy mi adott kérdésekben mit képviselünk. Ami a fölvetésnek egyéb más vonulatait illeti, én azt gondolom, hogy jó az, hogyha a köztársasági elnök lerakja az esküt, és legalább ezen a kálvárián túl fogunk lenni, és ilyen vonatkozásban az élet a normális kerékvágásba fog kerülni. Ami pedig a kormányalakítást illeti, azt gondolom, hogy a Jorgovánka Tabákovicsnak adott mandátum, kormányalakítási mandátum, az a táncrendnek a része. Egészen biztos, hogy nem fog tudni létrehozni ezzel a megbízással parlamenti többséget, és nem tud kormányalkotási ambíciót fölmutatni. Ennek következménye az fog lenni, hogy a Demokrata Párt, mint a második legerősebb párt kapja meg ezt a mandátumot, és én nekem az a szilárd meggyőződésem, hogy a Demokrata Párt köré csoportosuló politikai elők, beleértve a Vajdasági Magyar Szövetséget is, létre tudják hozni a nagyon meggyőző parlamenti többséget, és ennek eredményeképpen belátható időn belül talán létre fog jönni az új kormány. Ez nem csak az előírt feladat szempontjából fontos, hanem azért is, mert minden elveszített nap az ország számára is, és mindannyiunk számára egyfajta komoly veszteséget jelent. Ez egy természetellenes állapot. Ebben az állapotban egy ilyen kiélezett gazdasági helyzetben, egy ilyen kiélezett költségvetési helyzetben minden nap azt gondolom, hogy behozhatatlan veszteséget jelent. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a veszteség minél kisebb legyen, és minél hamarabb létrejön a kormány. Megkezdődtek a megkeresések. A Demokrata Párt már tárgyalni fog a Szerb Szocialista Párttal és a koalíciós partnerekkel. Voltak-e megkeresések a Demokrata Párt részéről, ami a VMS-t illeti? Persze, hogy voltak, illetve hát ezzel kapcsolatban már a két forduló között, a második forduló, az elnökválasztás második fordulóját megelőzően voltak beszélgetések. Ennek a beszélgetésnek eredménye volt az, hogy a második forduló vonatkozásában én azt a felszólítást tettem a szavazópolgárok felé, ami ismert. Függetlenül attól, hogy az első forduló előtt és a két forduló között és a második forduló apropóján mi mindent éltünk meg. Tadics elnökkel itt Szabadkán tárgyaltam a második forduló előtt. Ennek a tárgyalásnak eredményeképpen van egy keretmegállapodás, amelyik politikai tartalmakat is jelent. Azoknak a célkitűzéseknek a jövőbeli kormányprogramjába történő beemelését, ami a mi választási programunk szempontjából fontos volt. Úgyhogy ebben a tekintetben azt gondolom, hogy mi azt kell, hogy megvárjuk, hogy a Demokrata Párt önmagával letisztázza a saját problémáit, és hogy létrejöjjön az a kritikus tömeg, amelyikhez talán mi csatlakozni tudunk. Ebben a vonatkozásban én azt gondolom, hogy nekünk mostan csak várakoznunk kell, hogy mindenki más ellássa a saját feladatát. Tomislav Nikolić nem kereste fel Pásztor Istvánt a napokban? Nem. Nem. Nem volt semmiféle kontaktusunk. Mindennek tükrében ugye várható, hogy mégiscsak majd a Demokrata Párt állítja végül is a kormányfőjelöltjét. Miként fog ez levetődni tartományi szintre? Hát tartományi szinten körülbelül ugyanez a forgatókönyv az, ami ebben a pillanatban reális, azzal, hogy itt a táncrend egy kicsikét egyszerűbb.
ugyanis itt létezik egy markáns parlamenti többség, ugyanaz a parlamenti többség, amelyik az elmúlt két ciklusban, illetve három ciklusban vezette a tartományi politizálást, a Demokrata Párt, a Szociáldemokrata Liga, a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Szerbiai Szocialista Párt. Ennek a négy pártnak most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy akárhogy is osztjuk és szorozzuk, körülbelül 89-90 képviselője van. Tehát olyan meggyőző parlamenti többség, amelyik egész biztos, hogy létre tudja hozni a tartományi kormányt. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor országos szinten többé-kevésbé tisztázódnak a helyzetek. Ennek az odázása nem azért van, mert tartományi szinten valamiféle problémák vannak, hanem azért, mert a Demokrata Párt részéről van egyfajta szándék, hogy ezek a dolgok valahol összeérjenek. Korábban már jelezték a VMS-ben, hogy ott, ahol itt természetesen a vajdasági önkormányzatokra gondolok, ahol vannak VMS-es és Demokrata Párti tanácsnokok. Elképzelhető az együttműködés, viszont úgy fogalmaztok, hogy Szabadka egy külön mese. Ez a mese hogy alakul? Vegyük ketté a dolgokat. Azt gondolom, hogy mindenek előtt ebben azt kell, hogy elmondjam, hogy mi úgy éljük meg, hogy a szavazatokban kifejezett bizalmat azt azért kaptuk a szavazópolgároktól a választás első és második fordulójában, hogy az, amit képviseltünk a programban, azt a mindennapokban, az elkövetkező négy éves ciklusban képviseljük. Ez azt jelenti, hogy mindenhol a többségeknek a része kívánunk lenni, mindenhol a döntéshozatalok része kívánunk lenni, mindenhol, ahol csak lehetőség nyílik rá, része kívánunk lenni az önkormányzati hatalomnak. Ez nem a hatalom szeretetéről szól, hanem arról szól, hogy ha nem így járunk el, akkor az érdekérvényesítés szempontjából, a közösségi érdek szempontjából, a regionális érdek szempontjából háttérbe szorulunk, kiszorulunk, leszorulunk. Lemaradunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a sok tízezer szavazat, amit kaptunk, arra kötelez bennünket, hogy ezt semmiféleképpen ne engedjük meg önmagunknak se, meg másoknak se. Az az elvi megállapodás, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Demokrata Párt, illetve a Szerbiai Szocialista Párt hoz létre önkormányzati többségeket mindenhol, ahol ez lehetséges. És az rendező elv az az, hogy akinek több mandátuma van, az adja a polgármestert, és onnantól kezdve kezdődik a mandátumok leosztása, illetve hát a pozíciók leosztása a megbeszélések eredményeképpen. Ezek a megbeszélések elindultak. Szabadkán. Van, ahol ez egyszerűbben megy, van, ahol ez egy kicsit komplikáltabb. Szabadkán még nem indultak el a formális beszélgetések, azért, mert Szabadka egy terhelt közeg. Szabadkán elővigyázatosabban fogunk ennek neki, és azt gondolom, hogy úgy fogunk neki, hogy a Demokrata Párt fölsőbb vezetéséből is, és a Vajdasági Magyar Szövetség fölsőbb vezetéséből is ott kell, hogy üljenek azok az emberek, akik földelni tudják az esetleges feszültségeket, és sikerre tudják vinni ezeket a tárgyalásokat. Nekünk elemi érdekünk az, hogy Szabadkán visszakerüljünk a városvezetésbe. Az elmúlt két év, amióta nem voltunk ott. Egyrészt az bizonyította, hogy Szabadka veszít akkor, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség nincs a városvezetésben. Az elmúlt két év azt bizonyította, hogy a szabadkaiak meggyőző többsége azt kívánja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség részt vegyen a döntéshozatalban és a városvezetésében. És az elmúlt két év azt is bizonyította, hogy egy jóformán egyetlen egy vas nem került azokba az önkormányzati területekre, azokra a helyi közösségekbe, ahol mi különösebbképpen érdekeltek vagyunk. Azt gondolom, hogy ezt az állapotot nem lehet fönntartani. Mindenek tudatában meg kell kérdeznem, mikor ülnek le akkor a legfelső vezetők Szabadka kérdésében? Hát én azt gondolom, hogy a jövő hét elején. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.